Jó napot kívánok mindenkinek! Marhaban, mi nagyon örülünk Al-Oszmani külügyminiszter úr látogatásának itt Magyarországon. Ő tudnélik az első marokkói külügyminiszter, aki ebben az országban látogatást tesz. Korábban persze voltak magas szintű találkozók, magyar miniszterelnök például járt az ő országában 2000-ben, de én azt hiszem, hogy önmagában véve is nagyon komoly politikai, szimbolikus jelentősége van annak, hogy először üdvözölhetünk itt országunkban egy marokkói külügyminiszter urat. Sajnos rövidre kell fognunk ezt a sajtótájékoztatót, és ezért én most nem tudok itt minden egyes fontos kérdésre kitérni, csak egy-két dolgot említenék röviden. Megegyeztünk abban, hogy mindkét ország ideális központként tud szolgálni a másik számára a régióbéli kereskedelmi, befektetési és gazdasági kapcsolatok fejlesztése terén. Marokkó például ideális kiinduló pontot jelenthet a magyar vállalatok számára Afrika felé, és nagyon jól tudjuk, hogy a magyar külpolitikának és külgazdaságpolitikának ma egy nagyon fontos célterülete az afrikai kontinens egésze. De ugyanilyen szerepet tud betölteni Magyarország is a marokkói gazdaság számára. Magyarország lehet a marokkói vállalatok, cégek, közép-európai műveleteinek a központja. Egyébként ennek összefüggésében jelzem, hogy egy ilyen logisztikai központ már beindul, és ez éppen arra szolgál, hogy a marokkói árukat adott esetben logisztikai szempontból itt lássuk el, és majd innen induljanak a régió többi országába. De természetesen nagyon fontosak a kétoldalú kapcsolatok is, ezen belül a kétoldalú gazdasági kapcsolatok, kereskedelem és befektetések. Ennek kapcsán is úgy tűnik, hogy jó irányba indultak a dolgok, de ezeket tovább akarjuk erősíteni. Fejlődnek a két ország közötti kulturális, oktatási és sportkapcsolatok is, különösen a sport területén van jó néhány együttműködés különböző egyesületek között, tehát sajnos nincs arra időnk, hogy most mindezeket elismételjük. A kétoldalú kapcsolatokon túl természetesen beszéltünk a minket érdeklő fontos nemzetközi kérdésekről is, de ezt a megbeszélést majd még most a ebéd során folytatni fogjuk. Sokran jazílen. Nagyon szépen köszönöm. Ana sa'id bihadihi ziyara najiha jiddan ila al-Majar. Nagyon örülök a magyarországi látogatásnak, amely nagyon eredményes volt. Wa ashkur zamili wa sadiqi wazir kharijiyyat al-Majar ala al-juhud allati badaluha li injah hadhihi az-ziyara. És megköszönöm az én kedves kollégámnak, a külügyminiszter úrnak, hogy mindent elkövetett annak érdekében, hogy ez a látogatás eredményes legyen. وهنئ أنفسنا لأنه منذ فترة بدأت ديناميكية جديدة في العلاقات المغربية المجرية على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الثقافي أيضا. És örülök neki, hogy és nagyon köszönöm ezt és üdvözlöm, hogy a magyar-marokkói kapcsolatok elmélyültek mind a kereskedelmi, mind a politikai, mind pedig kulturális téren. وهناك اليوم برامج عملية في تطوير هذه العلاقات. És vannak gyakorlati programok, amelyek fejlesztik, tovább léptetik ezeket a kapcsolatokat. أريد أن أشكر الحكومة المجرية ووزارة الخارجية المجرية على التعاون الكبير على مستوى المنظمات الدولية مع المغرب على مستوى مجلس الأمن، مجلس حقوق الإنسان. وايضا في قضيه الصحراء المغربيه في هذه الملفات وفي غيرها كان هناك تعاون وثيق ومثمر. Köszönöm a magyar kormánynak és a külügyminisztériumnak, hogy együttműködik velünk a nemzetközi téren is, különböző helyeken, a biztonsági tanácsban és egyéb nemzetközi fórumokon.
وعلى المستوى الاقتصادي أريد أن أهنئ أنفسنا وأهنئ رجال الأعمال المغاربة ورجال الأعمال المجريين على عدد من البرامج العملية التي بدأت تثمر على الأرض. És nagyon szépen köszönöm mindkét ország üzletembereinek, hogy komoly lépéseket tettek a kapcsolatok erősítésére és a közös programok végrehajtására. وأنا سعيد بهذه الزيارة التي اعتبرتموها صديقي العزيز أول زيارة لوزير خارجية مغربي إلى المجر. És nagyon szépen köszönöm a külügyminiszter úrnak, hogy lehetővé tette ezt a látogatásomat, amely az első marokkói külügyminiszteri látogatás volt. وأتمنى أن تكون قد أعطت دفعة جديدة للعلاقات الثنائية. وشكرا جزيلا. És szeretném, hogy ez a látogatás egy erős lökést adjon előre a két ország kapcsolatainak a fejlődésébe. Egész röviden akkor megismétlem azt a közleményt, amit kiadtunk kb. Egy órával, másfél órával ezelőtt. Hozzáteszem még tájékoztatásként, hogy ma reggel fogadtam az egyiptomi nagykövetet, aki közvetlen és részletes beszámolót adott a jelenlegi helyzetről. Ami a magyar álláspontot illeti, nekünk mindenek előtt az a véleményünk, hogy az egyiptomi helyzetet, egyiptomi kérdéseket az egyiptomi népnek kell megoldania. Nagyon fontos az, hogy elkerüljék az erőszakot, erőszakos cselekményeket, és úgy érezzük, hogy ebben a helyzetben különlegesen lényeges az, hogy minél hamarabb polgári kormányzás jöjjön létre, és az ehhez szükséges feltételek, nevezetesen az elnökválasztás és a parlamenti választások mielőbb megtörténjenek. Mi ebben a folyamatban sikert, egyetértést, békét, stabilitást kívánunk az egyiptomi népnek, és amennyire tudunk ebbe segíteni, azt meg is fogjuk tenni. يصعب في هذه المرحلة أن نقيم ما يتم في مصر. Nagyon nehéz ebben a helyzetben megmondanunk, hogy hogyan értékeljük Egyiptom helyzetét. طبيعة الحال نحن تتبعنا بانشغال كبير جميع التطورات التي وقعت. Mi figyelemmel kísértük az összes fejleményt, amely az elmúlt időszakban bekövetkezett. ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية. Mindenek előtt a nemzeti egység kérdését figyeltük. وعلى أمن واستقرار مصر. Hogy a biztonság megerősödjön Egyiptomba. وعلى تجنب العنف. Hogy az agressziót elkerüljük. وعلى الالتزام بقيم الديمقراطية والحرية. És a szabadság és a demokratikus értékek megőrződjenek ebben az országban. Merci. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük.